Képeinken az erdő, valamint annak mélyén megfáradtan legelésző gím szarvasok mutatják, hogy közeleg a lecsendesedés időszaka. A gím szarvasok bőgési periódusán túl vagyunk, már elcsitultak az agancsok vadharcai. A fejékeiket még egy ideig megtartják, de ahogy telnek a napok, hetek, elérkezik majd az agancshullajtás ideje is. Most azonban még megcsodálhatjuk a hatalmas és díszes agancsokat. A gímszarvasok közeli rokonai, vagyis a dámok is lassan befejezik a barcogást, így gondolhatnánk, elhalkul az erdő. Azonban van egy harmadik állat is, aki hangját hallatja a határban. A Korzikáról betelepített, csavart szarvú barátunk a muflon. Kezdetét veszi ugyanis a muflonok párzási időszaka, vagyis a berregés. Szarvasaink kapcsán az előbbiekben díszes fejékekről ejtettünk szót, ezért nem mehetünk el szó nélkül a muflonok fejdísze mellett sem. Látványos csavart szarvuk egyből felismerhetővé teszi őket. A szarvasoktól eltérően nekik nem csontból van, hanem szarúból. Ezt az egész életükön keresztül viselik, melynek növekedése az idő előre haladtával nem áll meg. A tülök nagysága és íve könnyedén megmutatja az állat korát is. A muflonok ragaszkodnak ahhoz a helyhez, ahol élnek, ezért gyakran látni ugyanott őket, amint csapatosan táplálkoznak. Ez megkönnyítheti a kezdő természetfotósok vagy természetfilmesek dolgát is. Érdemes azonban óvatosnak lenni, hiszen ha észreveszik az őket kémlelő embert, figyelmeztetik egymást, és gyorsan továbbállnak. A gyerkék, vagyis a nőstény muflonok 5 hónapnyi vemhesség után hozzák világra utódaikat. Április környékén ellenek néha 1, néha 2 bárányt. A megszületett kis muflon bárányok hamar összeszedik magukat, így már pár órával világra jöttük után képesek tartani a lépést anyjukkal. Rövid ideig, legfeljebb 1 hónapig szopnak, ezután már nem is anyjukat, inkább a csapatot követik. Őszbe csavarodott a természet feje. Délré vált a harmat, hull a fák levele, rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, és hosszúkat alszik rám időn megfutja. A természetfilmes számára kitüntetett pillanat, ha egy olyan momentumot kap el munkája során, melyre titkon mindig vágyott. Ez adja az igazi örömét ennek a hivatásnak. Persze nem olyan egyszerű a tevékenység, mint amilyennek elsőre gondolná az ember. A természetfilmes nagyon kiszolgáltatott. Tudhat bármennyit is a vadról, ismerheti bármennyire jól és kedvenc területét. Ha a vad úgy dönt, hogy nem jön, akkor oda a vágyott kép elkészítésének lehetősége. Elmúltak már azok az idők, amikor egy erdő mélyén megbúvó kis pocsolya hűsítő hatással bírt röfögő barátainkra. Ehelyett maradt a felkészülés a leghidegebb évszakra, mely csak árnyéka egykor jön magának. A telek is egyre ritkábban hoznak havat és fagyos időt, bár ez lehet, hogy megkönnyíti vaddisznóink táplálékforráshoz jutását. Bár még néhány helyen zöld el a határ és dúsnak tűnik a növényzet,
de ez már csak illúzió. Ezt a képeinken felbukkanó őzek is sejtik. Csapatosan járják a mezőket és mezőgazdasági területeket, de a korábbi hónapok táplálék mennyisége már korán sem olyan bőséges. Ez azonban nem szegheti kedvüket, hiszen pihenni nem lehet, kitartóan kell kutatni az egyre fogyatkozó élelmet. Immáron eléggé megcsappant a napsütéses órák száma, egyre hamarabb bukik le a nap a horizonton. A sejtelmes ködök is a határ megszokott látványává válnak. A természetfilmes azonban nem lehet elégedetlen. A napnyugta színei megfestik az egyre szürkébb tájat. Belátható, az év hidegebb és fakóbb hónapja is tartogatnak szép pillanatokat, melyeket érdemes rögzíteni. Szarvasbőgés, dámbarcogás, muflonberregés, vaddisznó búgás. Elérkeztünk a látványos felsorolás utolsó állomásához. Az eddig magányosan élő vadkanok csatlakoznak a kondákhoz, és megkezdődik a vaddisznók búgása, párválasztása, melynek eredményeként 100-115 nap múlva csíkos kismalacok jelennek meg. Ehhez azonban sok eseménynek kell történnie. A folyamatok november végén, decemberben indulnak el, amikor is megélénkül a vaddisznók élete. Az addig főleg éjjel, legtöbbször magányosan mozgó, néha kisi álmatak vadkanok egyre izgatottabbá válnak. Nappal és éjjel intenzíven keresik a kondák, pontosabban a kocák társaságát. Kezdetét veszi a vaddisznók nászidőszaka, a búgás, mely cseppet sem diszkrét és csöndes, sőt, csatározásoktól sem mentes. Igaz, a harc korán sem olyan vérremenő, mint más fajok esetében. Ha két vadkan találkozik és megvív, sokszor elég a győztes komoly ütése, és a legyőzött meg is hátrál. Most készült képeinken javarészt táplálkozó vaddisznókat láthatunk, túl sok jele még nem volt a vaddisznó szerelem kitöréseinek. A legendásan dús természetes étlap hamarosan megcsappan, van, hogy szegény disznóknak gyökerekkel, dögökkel kell beírnie. Titokzatos ködök nehezítik, de egyben szépítik is a természetfilmes lehetőségeit. Van, hogy csak enyhe párában fürdik a táj, de van, hogy szinte semmi sem ismerhető fel a tejfehér köd tengerben. Különleges terek nyílnak meg és tűnnek el így a köd vonulásával. Ráérős legelészéssel élvezi minden négylábú az ajándékba kapott, és a felmelegedés tényét is egyértelműen bizonyító, kellemes időszakot. A hulló levelek, a színek, a nappalok hossza jelzi már, hogy visszavonhatatlanul közelít a változás. Hidegebb hőmérséklet, és talán némi hó is megmutathatja a jövőben, mégiscsak tél van. Aranysi Ervin December című versének első verszakával igyekszünk lelki melegséget adni, kompenzálva ezzel a kinti hőmérséklet egyre zordabb jelenlétét. Nézze meg az ember, itt van december! Odakint a világ kihűl a hideggel. Nekünk kell fűteni, hogy a szív ne fázzon. Ne a tél legyen az úr az egész világon.
fakótájakat mutató képeinket félretesszük, hiszen ezúttal a fehér szín lesz a domináns. A hófette erdőségek ugyan nekünk embereknek szép látványt nyújtanak, de az állatok számára ez közel sem olyan örvendetes állapot. Meg kell küzdeni ugyanis minden falatért, hiszen a már így is kevés táplálékot hó takarja be. Tudják ezt a képeinken látható vaddisznók is, akik kitartóan keresgélik az élelmet a hótakaró alatt. Napjuk nagy részét ez a tevékenység tölti ki. Nincsenek könnyebb helyzetben a muflonok sem. Akárcsak a vaddisznók, ők is felkészültek a télre. Ez nem csak a táplálék után való kutatásban nyilvánul meg, hanem szőrzetükben is. A kosok fehér nyerget viselnek barna téli bundájukon, ettől élesen elválik fehér hasuk és tükrük. A muflonkosok tülök méretében észrevehető különbségek nem a téllel mutatnak összefüggést. Pusztán abban áll-e különbözőség oka, hogy melyik példány mennyi idős. Hiszen, mint tudjuk, ők nem vetik le a szarvukat, egész életük során növekszik. Minél jobban zárja a kört, annál idősebb az állat. A gyerkéknek, vagyis a nőstényeknek, illetve a muflonbárányoknak nincsen látványosan ívelt tülök a fejükön. Akár szarval rendelkező, vagy szarv nélküli példányokról is van szó, látható, hogy együttesen csapatokba verődve járják az erdőket, élelem után kutatva. A hó és a fehér köd összessége gyakran szinte teljesen fehér képeket varázsol a vadfilmes kamerája elé. A hideg mellett ez sem könnyíti meg az erdei mindennapok rögzítését. De nincs az a fehérség, amelyben ne lehetne észrevenni legnagyobb hazai nagyvadunkat, a gépszarvast. Számukra is kihívással teli a téli időszak. Legelő típusú fajról lévén szó, tápláléka lágyszárú növényekből áll, de tavasszal a bokrokon és fákon lévő rüggyeket is elfogyasztja. Erről azonban most szó sem lehet. A zöld szín jelenleg hiányzik a tájból. Mindezek ellenére tél ide vagy oda napi 8-10 órát képes táplálkozással tölteni. Ha nincs elég élelem, akkor a területet felügyelő erdő és vadgazdálkodó vadetetéssel segíti az állatokat. A horizont ma ködökbe vesző, s a nagyvilág egyetlen csöndes hómező. Pejhet kavarva dudorász a szél, és nagy titokról halkan meséket mesél. Az idei tél hőmérsékleti változatossága különféle helyeken különböző színekben mutatkozik meg. Mostani képeinken a Tolna vármegyei vidék hol sűrűbb, hol ritkább fás területeket tár kameránk elé. Egy azonban biztos, bárhol is álljunk meg filmes cserkelésünk során, mindenhol a fehér szín köszönti az arra járót. És ha már a színeknél tartunk, sikerült lencse végre kapnunk egy olyan madarat, melyről szinte nehéz elhinni, hogy a varjúfélék családjába tartozik. Hiszen nem a fekete és árnyalatai színében tündököl. Ők népies nevükön a mátyás madarak, vagy más néven szajkók. Egyedi színezete alapján könnyű felismerni őket. Na persze, senkit nem szeretnénk félrevezetni, nem a mátyás madarak miatt érkeztünk Gyulajba. Ennek a térségnek híres vadja a dámszarvas, igazából miatta vagyunk itt. Dámvadjaink erdei táplálkozó helyei szegényes kínálatot mutatnak, de azért nem adják fel a keresést. Csapatokba verődve járják a rengeteget élelem után kutatva. Ezeket a szarvas csoportokat rudlinak nevezik, melyek képeinken is látva különböző nagyságúak lehetnek.
A létszám azonban hirtelen megugrik, ha egy vad etetőhöz érve kellemes, friss takarmányba botlanak agancsos barátaink. Amíg dámszarvasaink a vadgazdálkodó által kihelyezett jó minőségű takarmányt fogyasztják, van időnk megfigyelni külsejüket. Felnőttkori bundáján, vöröses-barna alapon sorokba rendezett fehér pöttyöket találhatunk. No persze nem most, hiszen ez a jellegzetes külső a nyári bőség idejére jellemző. Télen az élénk színek megfakulnak, a fejtető, a nyak, a fülek barnás szürkék lesznek, a hát és az oldalak feketések, szőrzete vastag és durva lesz. Pöttyeik gyakorlatilag eltűnnek. Akárcsak az évszak, szarvasaink is halványabb színezettel rendelkeznek télvíz idején. Ahogy mi emberek is magunk mögött hagytuk az elmúlt évet, nincsen ez másképp a vadállománynál sem. A színes magyar vadállomány meg annyi csodájával együtt már javában az idei évre készül. Megterhelő a tél. Élelemhez jutni ilyenkor nehezebb a vad számára, mint a többi évszakban. Bár hótakaró sokszor nem fedi a szántást és az erdőket, a fagyott föld meg tudja nehezíteni számukra a táplálékszerzést. Ezért az állami erdészetek munkatársai etetéssel igyekeznek számukra biztosítani az elegendő táplálékot. Sok esetben ez a vadkár megelőzésében is fontos szerepet játszik, hiszen a vadnak nem kell máshová menni táplálékforrás után nézni. Szépen lassan csendesedik az erdő, és a szarvasfélék felkészülnek az agancshullatásra. Jellemzően január végétől március végéig ez a folyamat le is zajlik. A vadgazdálkodónak az elhullott agancs rengeteg információval szolgál. Képet ad az állomány létszámáról, kondíciójáról, fő mozgási irányáról, és életkor becslésére is remekül alkalmas. Tavasztól pedig elkezdődhet az agancs felrakás időszaka. Az ősz táplálkozására a nagyfokú válogatása jellemző. A nagy energiatartalmú, magas víztartalmú és könnyen emészthető táplálékokat kedveli. Kis bendője és az emésztő csatornán való gyors áthaladás miatt gyakran, de kis mennyiséget kell ennie.
bizonyos állatok télen is aktívan mozognak, akár az őz, de a mezei nyúl is. Fő táplálékukat ilyenkor a termesztett növények hajtásai adják, de kérget is fogyasztanak. Ezek nyulak, szarvasok, hideg már az erdő, szelet hoz még az éjszaka, havat hoz a felhő. Őzek, nyulak, szarvasok, mi lesz ma ebédre? Havon pirult fűszál, jégen fűtött falebélke. Őzek, nyulak, szarvasok, mi tisztok utána? Három patak jön mi hozzánk ma ebéd utánra. Őzek, nyulak, szarvasok, hol alusztok éjjel? Betakar minket az erdő köddel, falevéllel. Képeinken most nem a fehér szín kapja a főszerepet. Összeállításunkban, akárcsak országosan, elég vegyes képet mutatnak különböző tájaink, már ami a színek sokféleségét illeti. Az állatvilág is nehezen követi a változékony időjárást, de egy biztos, a téli hónapok jóval több energiát igényelnek az élelem felkutatásához. A képeinken látható őzek némelyikén már felfedezhető az agancs, amely a szarvasfélékkel ellentétben jóval szolidabbnak mondható. Míg a gémszarvasoknál az agancs hullajtás jellemzi a februárt, az őzeknél már épp az új fejdísz megjelenése jelenti a változást. Igaz, még bársonyos barka fedi az új fejékeket, akárcsak a szarvasoknál az agancs felrakás időszakában. Csavart szarvú barátaink is kitartóan járják az erdőt, élelem után kutatva. Korzikai betelepített vadfajunkat, vagyis a muflont, nem terheli a fejékkel kapcsolatos teendő. Ugyanis neki nem is agancsa, hanem szarva van, amelyet nem hullajt el. Sem februárban, sem máskor. A még kopár képet mutató erdőségekben könnyű észrevenni a muflonkosokat, hiszen a szarvuk mellett az oldalukon található méretes fehér folt jól leleplezi őket. Filmes cserkelésünkön többnyire csapatokba verődött kosokkal sikerült találkoznunk, azonban az új generáció kisebb egyedei is feltűntek a fák takarásában. Hazai nagyvadjaink számára a tél megpróbáltatása nem könnyű, de sikerrel veszik az akadályokat. Pláne agyaras barátaink, a vaddisznók, ha eddig kételkedtünk volna a szarvasaink, őzeink túlélési képességében, a vaddisznóknál minden kétségünk eltűnhet. Náluk lelkesebben talán semmilyen más nagyvad nem keresi az élelmet a téli erdőrejtekén. És ha még csak ott keresnék, ők ugyanis rendszeres vendégek nagyvárosainkban is, hiszen az élelem utáni keresésben még az emberektől való félelmüket is képesek háttérbe szorítani. Színe, színe, cínege, jön a tavasz, hiszed-e? Hiszem, hogyha leng az ágon piros bogyó, temérdek. Rügyfakasztó márciusig jég hátán is megélek.